Halió, sziasztok, kedves podcast hallgatók, üdvözlünk titeket a következő részben, és itt van velünk megint Györfi Bátori Péter. Sziasztok! Petivel már néhány héttel, vagy néhány hónappal ezelőtt az első részünk már kikerült, ahol az esküvő fotózásról beszéltünk, hogy 2021-ben mit várhatunk. Ha nem hallgattátok esetleg meg, akkor azt pörgessétek vissza, és hallgassátok meg. A mai témán pedig az, hogy mit gondolnak a fiatal fotósokról, hogy a fiatal fotósok azok hiteltelenek-e, 20 évesen, vagy akár alatta, és hogy amikor mi kezdtük a pályát, akkor hogyan viszonyultak hozzánk, mint fiatal fotós. Tudástár és inspiráció a fotózás szerelmeseinek. Ez a Jancsó Fotósuli podcastje, ahol napra kész információkat hallhatsz a fényképezés világáról, és beszélgetéseket olyan fotósokkal, akiknek szenvedélye a képalkotás. A mikrofonnál Jancsó Gergely. Peti, te mikor kezdted a fotózást? Nem. Hány éves vagy most? 30 éves vagyok. Én is 30 éves vagyok. <laughs> És hány éves koromban kezdtük a fotózást? Mert én tudom, de hogy te mikor kezdted a fotózást? 18 éves koromban kezdtem a fotózást. Mikor lett megélhetés? Szerintem olyan 25 éves koromban. Kb. Én 14 éves koromban kezdtem a fotózást, én már 17-18 évesen is kerestem ebből pénzt, jó, kis ilyen rendezvény, kis ilyen asszisztencia, kisebb esküvők, és nekem 22 évesen lett már, ah, 22-23 évesen lett megéletés, nem egy ilyen, ez egy ilyen folyamatos, egy ilyen lineáris görbe volt, hogy így egyre-egyre több, és utána meg először még csak zsebb pénz volt, utána pedig már először tudtam bele finanszírozni ugye, a fotós felszerésnek ugye a vásállását, ez az óriási pénz, főleg egy kezdőfotósnak, hogy folyamatosan az új objektívek, új váza, kettő váz, vakuk, stb. az egész csomó pénz beletol, és utána meg egész jól már ment ez főbb, és meg tudtam belőle élni. Amikor te fiatal voltál, ilyen 22-23 éves találkoztál el olyannal, hogy, hogy valahol lenéztek, mert hogy ügyes voltál már, tehát jók voltak a képeid, de hogy nem vettek komolyan amiatt, mert hogy te kis fiatal 22-23 éves pöcsit ne akarja megmondani azt, hogy hogy lesz jó a fotó, ne azért, nem azért, mert nem ért hozzá, hanem azért, mert hogy fiatal. Őszintén, én ilyennel nem nagyon találkoztam. Lehet, hogy abból kifolyólag, mert amikor elkezdtem fotózni, esküvőt fotózni, esküvőket fotózni, akkor elkerültem egy esküvő fotós mellé, akinek azért a szakmában elég nagy tekintélye volt, meg nagyon jó kiállása van a srácnak, és ő úgy adott el engem, hogy ha én megyek helyette fotózni, az ugyanolyan, mint hogyha ő, le, ő, jönne fotózni. Teljes mértékben elfogadták azt, hogy én vagyok ott a cégnek a nevébe, és amit én mondok, akkor az úgy lesz. Tehát akkor neked nem volt semmiféle negatív tapasztalatot, hogy lenéztek volna, akkor mindig úgy érezted, hogy, hogy egyenrangúként kezelnek téged, akár egy 35-40 év körüli pár, akinek fotóz az esküvő, te meg kvázi fiatalan 20 évesen ott vagy, akkor nem volt ilyen jellegű tapasztalatod? Ilyen jellegű tapasztalatom nem volt, sőt olyan is volt már, hogy akkoriban, amikor egyedül fotóztam esküvőt annak a cégnek, megbarátkoztam a párra, és, és, később fotóztam nekik, szóval már, már idősebb fejjel, és mindenkitől azt hallottam vissza, hogy nagyon-nagyon szeretik a képeket, amiket készítettem. Persze én most, hogyha visszanézem azokat a képeket, egy picit nevetek rajta, mert jócskán megváltozott a stílusom, és, és, már ha mondhatom ezt, akkor ügyesebb is vagyok. Esetleg amivel tapasztalatom volt, az az, hogy másik fotósok néztek le. Szóval... fiatal, vagy náluk, és akkor nem lehet olyan mint... Aha. Igen, igen. Egyszer elmentem az onnak az az esküvőjére. Nagyon-nagyon jó helyszínen volt az esküvő. A már akkor is elég híres esküvő fotós fotózta az esküvőjüket, és akkor én oda mentem mellé. Valószínűleg picit baszantottam őt. Gondolom, részeg is voltál. Nem, nem, nem. Mert még, még, már délelőtt meg, megkerestem őket a készülődés során, és akkor már oda mentem így, így vizslatni, hogy akkor ők mit, hogyan csinálnak, mert ugye csak a, annál a cégnél, ahol fotóztam, ott láttam, hogy, hogy, hogy hogyan fotózunk egy esküvőt, és én kíváncsi voltam arra, hogy más hogyan csinálja, és akkor oda mentem vizsgálni, és láttam, hogy ugyanolyan optikákat használ, ugyanolyan gépet használ, és akkor így beszélgettem egy picit vele, de, de lekoppintott a csávó, jó, menjen menje, most dolgozik, és nem tudom, hogy ez most amiatt, mert konkurenciát látott bennem, vagy, vagy ilyen kis fiatal voltam, már akkor fotóztam az esküvőn, azon az esküvőn is, nem nagyon érdekelt, hogy ott volt a másik fotós, és ebből kifolyólag amúgy a másik unok a testvérem meg végül engem kért fel az esküvének a fotózására, mert egymás mellé tette a két fotósnak a képeit, és mondta, hogy teljesen jók az enyémek. Szerintem valószínűleg inkább talán azért küldhetett el a, a fotós, mert nagyon sokan oda jönnek hozzánk, amikor esküvőt fotózunk, hogy jó, hát én is hobbista vagyok, meg hát én is fotózok, és abban főleg, aki minden hétvégén egyet vagy két esküvőt megcsinál, akkor mindenféleképpen találkozik olyan emberrel, aki oda hozzá, és elkezdi mesélni a, a hobbista sztoriait, hogy éppen így fotózott, úgy fotózott, és aki mondjuk tizen éve benne van már a szakmába, mondjuk annak azért lehet ez unalmas újra meghallgatni a papának a szövegeit, hogy én a, a sötét szobába hívtam elő még a filmeimet, meg oda jön a, a 20 éves, 10 éves, hogy az első dsr gépét megvette. Tehát ami ezt elhiszem, hogy az elején még az ember ezt így meghallgatja jó felségből, viszont egy idő után már lehet, hogy unalmassá válik neki, és lehet, hogy téged is ez a fotós mondjuk azt hitte, hogy egy ilyen kaliberű fotós vagyok, és újra meg kell hallgatni a hülyeségeit, de hogy kopintott, lehet, hogy bunkon volt, vagy vagy milyen rügyjel mondta, hogy most hogy a, vagy mivel mentél oda, hogy szia, nem tudom, nézhetem, hogy fotózol, vagy, vagy hogy mentél oda, az, ez, ez jó sok éve volt, de ugye emlékszel? Uh, úgy mentem oda, hogy uh, látom, milyen géppel fotózol, milyen optikával. Ez pont amúgy nekem is megvan, imádom ezt az optikát, és akkor így mondta, hogy a, jó, oké, okay. ő, ő is szereti. Azért használja ezt az optikát. Mert, <gül> <gül> mert, mert ő is szereti, és akkor így mondtam, hogy én is esküvőket fotózom, amúgy csak most itt vendég vagyok, és akkor így nem nagyon akart válaszolni a, a kérdéseimre, aztán éreztem, hogy jó, akkor most most lehet, hogy baszantam őt, és zavarom őt a munkájába, így, így utólag visszagondolva én serülnék neki, hogyha valaki a készülődésen így oda jön hozzám, de tényleg nagyon sokszor előfordul. És ezt az egy esetet érzem úgy, hogy lehet, hogy amiatt volt, mert mert fiatal voltam, de ez se biztos. Ez lehet, se biztos, csak... lehet, hogy csak a, a, fotós azt mondta, hogy teljesen a munkájára szeretnek koncentrálni. Amúgy amúgy érthető is, hogy Deskő azért eléggé fotósnak azért viszonylag azért nagy, nagy nyomás hogy az egy napot ott nagyon kell teljesíteni, nincsen hibás, hibázási lehetősége, és ott azért nem feltétlen az összes fotós szán arra energiát és időt, hogy akkor, hogy akkor foglalkozon azzal az emberrel, aki ott hobbista és szeretne, vagy akár profi, és ott beszélgessen azzal arról a 85-ös, 1-4-es szigmáról, hanem fog most neki nagyon kell koncentrálni, tehát vannak lazább, vannak kevésbé lazább fotósok, és egyik se jó, vagy éppen rosszabb, csak éppen, hogy ő, hogy áll hozzá a munkájához volt már olyan precedens, hogy barátok be akartak ajánlani, nagyon jó munkahelyen dolgozik az egyik legjobb barátom, kollégái kerestek esküvő fotóst. És akkor most meg fogom nevezni ezt az esküvői fotós, mert hát mindenki tudja, hogy Vámos Csabi Magyarországon neki azért elég nagy neve van a szakmában, és a pár azt mondta, hogy neki Vámos Csaba kell. De a Vámos Csaba talán nem válaszolt olyan hamar az e-mailre, vagy azt mondta, hogy nem ér rá. Nekem az a dátum az jó lett volna. De akkor fogta a pár és átrakta az esküvőt egy másik dátumra, csak azért, mert hogy neki a vámos csaba kell. Akármennyire lehetnek jók a képeim, és, és akármennyire lehetek jó fotós, ha nem tudom magam olyan szinten eladni, mint, mint, mondjuk a Vámos Csaba, akkor az nem fog úgy működni, és lehet, hogy azért, mert fiatalabb vagyok, és, és kellene még az a három-négy év tapasztalat, ami esetleg nem az esküvői fotókban mutatkozik meg, hanem a brandépítésben. Hát meg igen, abszolút. És jó hozzátettem egy érdemi mondatot. <laughs> Azzal, amit mondtál, hogy igen, ez a brandépítés lett volna nekem is a, a kulcs szó, ami, amiben ott nyert a fotós, hogy a pár mindenféleképpen őt akarja, nem feltétlenül azért akarja őt, azért nem akar helyette téged, mert te fiatal vagy, hanem mert az ő képei tetsznek jobban, vagy az ő személyisége, vagy a, a bred miatt, vagy még ezer millió dolog miatt lehet, amit inkább mondjuk a másik fotóst választja. Hát nagyon hát, sokszor elmondható az, hogy azért kell egy fotós, mert ő az a fotós és nem feltétlenül a képek minősége, azért nem akarom magam versenyeztetni a Vámos Csabival, mert imádom a képeit. Van rengeteg másik Magyarországon tehetséges esküvő fotós, akiknek szintén fantasztikus képeik vannak, de ők meg nem, nem olyan jók brandépítésbe, és ahhoz, hogy valaki lefoglalja őt, akkor övé lesz a Vámos Csaba az esküvőjére, és ezt elmondani, azért ez, ez igen, ez, ez, ez nagy szó. Amikor arról beszélünk, hogy egy, egy, fotós, mondjuk hiteltelen, amiatt mert fiatal, szerintem azért nem releváns feltétlen ez, mert ha mondjuk elkezd, én elkezdtem ugye 14 éves koromba fotózni, oké, hogy ez volt, egy ok, kicsit alábbhagyott ez a lelkesedés, volt, ahol nagyon erős volt, épp, inkább bovoztam, volt, inkább vovoztam, volt, ahol inkább kadoztam, volt, ahol inkább, 17-16 évesen mit csinálni egy gyerek, de hogy ezek úgy váltakoznak úgy az életébe, és ez teljesen normális is. De ha valaki mondjuk 18 évesen, vagy 17 évesen komolyan elhatározza azt, hogy ő fotózás lesz, ami, amivel ő szeretne foglalkozni, mert valaki gyermekkorában elhatározó hogy orvos lesz, ő pilóta lesz, annak azért ilyen életpályák. És a fotózás miért ne lehetne egyébként egy ilyen? Én nem mondom azt, hogy 14 meg 15, 16 éves koromban biztosan tudtam, hogy fotózás lesz az, amivel szeretnék foglalkozni, Viszont szóval, ha van mondjuk egy 20 pár éves fotós, aki mondjuk tejük fel, 23 éves, és 17-18 éves korában elhatározza, hogy ezzel szeretne foglalkozni, és mindent feltesz egy lapra, és a fotózás lesz, amivel meg szeretne élni, és amivel a legjobb szeretne lenni, akkor azt leszámolod, az 6 év, év munka, vagy hát szakmai tapasztalat ha ő belekezd, mondjuk érettség után megy a Práterbe, már alatt is elkezd dolgozni, fiatalon csöppent ebbe az egészbe, beleben dolgozott, és van hat év tapasztalata. Tehát 23 évesen 6 év munkatapasztalat az ott már azért eléggé viszonylag jó is lehet, egy fotós a 6 éve benne van a szakmában. Tehát nem feltétlenül releváns az, hogy valaki 23 éves csak, és azt mondjuk rá, hogy a fiatal zöldfülű, mert lehet, hogy már hat éve, hello, már benne van a szakmában is. Igenis, nagyobb tapasztalata van mondjuk egy 40 évesnek. Nekünk a 40 éves mondjuk nem tanulta meg azokat a trendeket, vagy azokat a technikákat, vagy nem tartotta az ütemet a stílusváltozással, és az a 23 éves egyébként sokkal jobban kiszolgálja a piaci igényeket. Tehát ilyenkor szerintem ma már nem releváns az, hogy hogy egy 23 és csak 20 éves hiteltelen lenne azért, mert fiatal. Tehát az interneten minden fön van, minden fiatal el tudja érni ezeket az információforrásokat. Miért ne lehetne jön egy 23 éves fotós is? Persze nehéz mondjuk elképzelni egy főleg egy későbbi generációnak, hogy hú, egy nagyon fiatal, ember ide jön, és a teljesen minden, milyen szakmáról beszélünk, és azt állítja, hogy mennyire ért ehhez, viszont hú, hát nagyon fiatal, még nem lehet annyira sok éve benne a szakmában, de igenis ettől függetlenül lehet jó. Jó, de ha te megkérdezted Gergő tőlem ezt a kérdést, akkor veled előfordult már valamikor régebben, amikor még nem voltál annyira öreg, hogy hogy <laughs> ö, ö, esetleg nem kaptál meg egy munkát azért, mert fiatalabb voltál, vagy lenéztek azért, mert fiatalabb vagy? Azt nem tudom, hogy amiatt nem kaptam -e meg, mert fiatal voltam, de azért éreztem, hogy benne van a pakliban, hogy hogy srác fiatal. Tehát nem tudom, hogy ez milyen szinten játszott szerepet mondjuk egy megrendelés döntéshozatalában, hogy inkább egy idős fotósnak adják, mint egy fiatalabbnak. De azért néhányszor éreztem azt, hogy nem vesznek komolyan. Talán nem lenéznek, hanem talán nem vesznek komolyan kategóriába kerülök, mert, mert fiatal, még gyakorol, ami azért így is volt. Tehát amikor 23 és 22 es oda mentem az első szállodákba, vagy éppen külföldön voltam, azért az helytálló is volt, hogy nem volt még óriási tapasztalatom, de azért nekem sincs olyan nagyon negatív élményem, hogy konkrétan megneveztek volna, hogy te még üző fiatal vagy, és nem értesz hozzá, úgy, hogy fog be. Tehát egy ilyen tapasztalatom nekem se volt. Néha éreztem, hogy benne van picit a levegőbe, hogy ódzkodik a megrendelő attól, hogy engem válaszol, amiatt, mert fiatal vagyok, de inkább idítő ellenpéldákkal találkoztam, amikor eskőkjátás kimentem 2014-ben, az hiszem? Igen, 2014-ben, akkor voltam, 24 éves, vagy 23, 24, 23 éves voltam, és nem tapasztaltam ilyet. Tehát akkor én voltam az egész eskőkjárítási placa legfiatalabb egyébként és ott nem tapasztaltam semmiért, hogy mondjuk ö, valaki oda jött volna, és beszólt volna, tehát hogy nem, nem volt ilyen, tehát érdeklődőek voltak a párok, meg látták a képét, tehát így a fotózásban azért szerintem eléggé kézzel az, hogy a fotós mennyire jó, megnézed a képeit, és a számomra ott van egy 23 éves rác, lány, teljesen mindegy, és látom, hogy a fotói jók, és hogy ügyesen kommunikál, és megvan közöttünk a vibe, most mint mondjuk egy esküfotózás iránt érdeklődő személy vagyok ebben a szituációban, akkor azt mondanám, hogy persze megbízom attól, még hogy fiatal, látom a referenciát, nem az életkora számít, hanem a referenciái. Tehát lehet tőlem 50 éves is, 30 év tapasztalattal, ha szarok a képei, akkor ne nekem nem érdekel a 30 év tapasztalat, de ha itt van mondjuk két év tapasztalattal, egy 20 éves, hogy neki jók a fotói, akkor öt fogom választani, nem. És, mi, és mit gondolsz arról, hogy persze ez minden rendben van, hogy portfólió jól tud kommunikálni, meg minden? Ha maradunk az esküvő fotózásnál, az esküvők általában szombaton vannak. A péntek esték miről szóltak régen? És azért egy fiatalabb fotós, ki tegyük fel Budapesten, akik a péntek estét nem hiszem, hogy otthon kapálással fogja tölteni, hanem lehet, hogy az egyik kocsmába. Egyszer fordult velem elő ilyen, hogy nem egyes esküvőre mentem, hanem egy uh, stárshootingra a volt főnököm mellé, és, és, eléggé másnaposan érkeztem. És nekem az volt a legnagyobb problémám, hogy nem kaptam meg a wifi jelszót. <laughs> Amúgy jogos, amit mondasz, mondasz, de amikor ilyenkor benne van mondjuk a 40 éves korosztályba, hogy egész nap sírt a gyerek, és nem tudott aludni péntek este emiatt, és szombaton pedig kialvatlanul jön az esküvőre, csak akkor rákontrázok ah, az alkoholista ez is 20 éves karakterére. Ez is igaz. Jó, hát akkor igazából minden egyes korosztálynak megvan a, igen. a problémája én ezt most teljesen közelről tudom tapasztalni. De hogy teljesen jogos, hitt, tehát hogy világos az, az ember. Nekem is volt ilyen, sőt, közös is volt ilyen pénteken elmentünk Budapesten kocsmázni, de akkor azért finomra vettem. Tehát nem volt, tudtam, hogy reggel mennem kell, tehát nem, nem, volt éjszakázás. De igen, benne van egyébként a pakliba, hogy mondjuk egy fiatal kicsit meggondolatlanabb, mondjuk ez egy... elég... Igen, ez egy szép szó. Igen. <gül> <gül> És akkor emiatt emiatt bele lehet futni mondjuk így megrendelői szemben olyanban, amit mondjuk az idősebbnél nem, de számomra mégis a referencia az, ami, amit mérvadó, és nagyon kézzel fogható egy fiatal fotósnál, meg egy idős fotósnál is. Persze, persze, ez egyértelmű. Mondjuk a te szakmákban meg, meg, meg végképp, mert mint az interior fotózásban, de ahogy korábban is említett, az, az esküvő fotózásnál a, a, fotósnak a személye is nagyon-nagyon fontos. Szerintem legalább annyira fontos, mint a, mint a referencia anyag. Te, amikor Bármivel kapcsolatban valami oktatást vagy bármiféle YouTube videót látsz akár, és nagyon fiatal az, aki magyaráz, nincs benned kicsit egy ilyen érzés, hogy kis, kis fiatal, mit magyaráz nekem? Pedig okos és ért hozzá. Én őszintén elszégyellem magam ilyenkor. Elszégyellem hogy... Igen, ez egy teljesen más téma, nem esküvős téma, de valamikor meglátogattuk feleségemnek a rokonait, és ott van két fiatal gyerek, 9 és 11 évesek. Elkezdtek mesélni a játékokról, és hogy mit tudnak csinálni ezek a játékok, meg hogy milyen lámpájuk van, és hogy hogyan tudják irányítani a telefonjukról, meg minden, és így nézek, hogy te jó égén ennyire öreg lennék, és hogy ők jobban értenek dolgokhoz, mint én, akinek tapasztalata van. És ugyanez, hogyha nézek egy YouTube videót, és, és, és olyan dolgokat mutatnak fiatalok, amik így tökre egyértelműek, vagy, vagy ezt én is tudhatnám, de nem tudom, akkor inkább elszégyellem magam, hogy párna alatt töltöm az életemet, vagy mi, hogy, hogy, ezeket én nem tudtam. De van, amiben te vagy nyilván jobb, vagy jobb, nem jobb, tapasztaltabb talán ez a, ez a, megfelelő szó rá. Tehát ők másban nőnek fel, mint te. Te kilenc évesen nem fel, tehát nem, nem annyira releváns összehasonlítani titeket, de akkor az elszégyelled magad az a, az, a, az, az, az érzés, motoszkál benned. Ez... Igen, igen. És én úgy tartom, a, hogy, hogy, amúgy bárkitől lehet tanulni. A fiatalabbtól is lehet tanulni, az idősebbtől is. Persze nagyobb az esély, hogy az ember az idősebbtől tanul, de, de a fiataloknak is vannak olyan meglátásai, amik, amik teljesen beépíthetőek a, a munkába. Amikor kurzus tartunk, akár mondjuk egy, amikor én egy személyes kurzus, akkor mindig látom azt, hogy ki az, mi a osztály? és amikor most már negyedik éve, vagy harmadik, nem is tudom hány éve tartunk, ugye éves szinten kettő portréfotózás workshopot, reméljük idén is lehet ezt majd megtartani akkor azért inkább az figyelhető meg, hogy nálunk idősebbek jönnek el. Most, hogy azért már jó pár éve tartjuk, most úgy jövünk feljebb, feljebb, és azért vannak nálunk is fiatalabbak, de azért inkább az figyelhető meg, hogy nálunk idősebbek jönnek el. Főleg, amikor én már három éves megtartottam az első enteriőrös workshopomat, hát végig én voltam jóval a legfiatalabb. És az elején kicsit furcsa volt, és belegondoltam én belegondoltam a másik ember helyzetét magamat, hogy oda olyan 40 évesen sokkal nagyobb élettapasztalattal, mint én, és itt van egy 25, év, 25 éves Jancsó aki osztja az észt itt az interior <laughs> fotózásból, és, és hogy neki ez milyen érzéseket generált benne, vagy ilyen fordított helyzetben ezt, ezt hogyan hogyan venném? És én úgy, úgy állnék ezt hozzá, hogy most én vagyok itt 40 évesen, nincs még fotózások kapcsolatban tapasztalat, amely másik szakmába töltöttem el ennyi évet. Nyilván a srác meg 8 éve ebbe van benne, és valószínűleg, sőt, szinte biztos, hogy többet tudnál nálam tudok töretlenni, és félreteszem ezt, hogy jaj, mert fiatal, ezért biztos nem nincs akkora szakmai tudása. De hogy van itt az embernek egy kis, tudod, egója. Nem azzal van a baj, hogy az ember tanuljon, hanem egy nála sokkal fiatalabbtól kell tanulnia, hogy Uristenő hogy fiatalabb nálam 15-20 évvel, és ebben a bizonyos szegmensben okosabb, mint én, és el kell menjek a kurzusára, tőle tanulni hogy itt, itt, az egót azért, egy, nem tudom ki mennyire érzékeny erre, de nekem biztos félre kéne kicsit tegyem. Persze elismerem a tudását, tehát, hogy nekem nem releváns az, hogy hány éves, mindig a szakmai referenciáját nézem meg, de azért kicsit bennem van az. Ezt azért nem tagadhatom, azért mégis sokkal fiatalabb. Nem vitatom a szakmai szkijét, nem erről van szó, szóval csak egy kicsit, hogy egy ilyen kis, nem is tudom milyen érzés így bennem van, mégiscsak csak fiatal vagy. <laughs> Jó, hát értem, meg el tudom hinni, hogy vannak ilyen emberek, akik így állnak hozzá. Lehet, hogy én is így állok hozzá, csak a fotózás az nekem még egy olyan szakma, egy olyan szerelem az életemben, hogy minél több tudást próbálok felszívni. De lehet, hogy az élet más területén van ilyen, hogy nehogy már az a kis mitugrász akarja nekem megmondani, hogy akkor én most mit csináljak, vagy valami. Kis mitugrász, ez tetszik. Szóval szerintem az életnek egyes területein így, így, az emberek mindenhova, mindenhez máshogy állnak hozzá. Én a fotózáshoz, ahogy mondtam, úgy állok hozzá, hogy tanulni szeretnék, ha fiataltól, fiataltól, ha időstől, időstől. De mondjuk a gyereknevelés, hogyha beszólnak nekem egy fiatal, hogy, hogy, hogy neveled a gyereked, vagy, vagy mit csinálsz vele, akkor nehogy már azt mondja meg nekem, akinek még gyereke sincsen, hogy, hogy hogyan kellene csinálni. Tehát akinek nincsen gyereke, akkor annak nem lehet releváns a véleménye? De lehet, hogy ne lehetne, de az, azt már nem bírom. Szóval... Ja, ha, de ott <laughs> nálad akkor kötélszakadás. E, hát nem is azt mondom, hogy kötélszakadás, de azért így akkor nah. benned is van egy kicsi. Persze, persze, van, én, van benne. Én félre tudom rakni, tehát hogy én nem nézem le emiatt, vagy tehát én nem nem tekintek másként rá, csak érzem ezt belül, hogy ilyen érzelmeim vannak, ilyen élményem van ezzel kapcsolatban. Amúgy ez az egész téma ötlet nekem onnan ugrott be, hogy van egy srác, akinek már tavaly értékeltük több képét is az egyik építékös videómban. Nem tudom, emlékszel-e, Izlandról voltak fotói. Egy Gergő nevezett srác volt, és ő, ő tette fel azt hiszem, hogy jól emlékszem nekem ezt a kérdést még tavaly, valamilyen kurzus kapcsán, hogy ő sokszor találkozik azzal, vagy nem sokszor, de hogy találkozott már az és mit lehet ilyenkor tenni, hogy az ember fiatalkora ellenére is kicsit lenézik. nem is lenézik, hanem fiatalkora ellenére mondjuk megbízásoktól esik el, nem veszik komolyan. És neki értékeltük a fotóit, három képes bekerült, és mind a háromra ötöst adtunk egy sorozatban, néztük a srác 20 pár éves, nem tudom mennyi, fiatal, és nagyon jó képei vannak. És innen jött nekem az, az egész téma ötlet. És akkor mit lehet ilyenkor tenni szerinted, Peti, hogyha van egy megrendelő, vagy egy másik fél, vagy bármilyen szituációban, amikor a fotóst az életkora miatt kicsit lenézik, vagy ahogy az előbb mondtam, hogy hátrányt szenved mondjuk az életkora miatt, hogy lehet ezt kezelni? De a kép alapján azért látszódik, hogy, hogy hello, ez egy pár éves srác, vagy... Persze, de mondjuk kiállás, meg a képek, olyankor sokszor szerintem, ahogy te is mondtad, a képek a referencia az dönt. Hogyha megjelenik egy munkán, és, és akkor ott kezdik el piszkálni, hogy fiatal, és, és nem veszik figyelembe, akkor a kiállással lehet ezen, ezen változtatni. Tehát határozott. Aha, igen, hozzá. határozottság kell szerintem hozzá. És az a baj, hogy az a fotószakma, ez nagyon ilyen, hogyha valakinek nincsen határozottsága, akkor elvérzik ebbe a szakmába. Hát ez minden vállalkozásra szerintem szinte igaz, hogyha, hogyha nincs elég határozottsága, önbizalma benne, akkor azért elég hamar meg tudják enni. Annak ellenére, hogy amúgy jó, meg ügyes, meg többet tud, mint akár a másik, de nem tud magáért kiállni, akkor itt... Igen, Amúgy szerintem ez a kulcs hogy hogy határozottság. Tegyük fel, van egy projekt, amit, amit meg kell csinálni, és elvárják tőle azt, hogy valamit találjon ki, hogy milyen képjelemekkel tudja megjeleníteni azt a projektet, vagy, vagy hogyan tudja lefotózni, akkor határozottan el kell mondani, nem azt, hogy hát még, még ilyen helyzettel nem találkoztam, és, és, nem tudom, szóval határozottan el kell mondani azt, hogy mi az, amit meg lehet csinálni. Amikor workshopot tartunk, ott is szoktam mondani a jelenlévőknek, hogy ha fotózol egy nem modellembert, egy, egy megrendelőt, és kitalálsz valamit, nem lesz jó a kép, akkor nem azt kell mondani, hogy jaj, ez a póz, ez most, ez most hát nem volt jó, rossz ötlet volt igazából, hagyjuk, és akkor lépjünk át a következőre, hanem lőjél még egy-két képet, mondd azt, hogy ú, nagyon jó, király, csinálj így, csinálj úgy, és akkor a következőnél váltunk egy pózt, és lesz egy másik. A képeket kukába dobod, de nem az látszik rajtad azt, hogy szerencsétlenkedsz, vagy nincsen akkora élettapasztalatod, vagy nincsen akkora tapasztalatod ezen a területen, hanem az van, hogy igen, te egy határozott fotós vagy, amit mondasz... Na, aki <gül> <gül> Egy határozott szarfotó. <laughs> de hány, hány Insta oldala van, és hány, hány nem tudom én milyen weblap, de maradjunk csak az Instánál. Valaki a szarfotóit is el tudja adni. Ráhúz egy, egy olyan féltel. Igen, amúgy nagyon durva. Az nagyon-nagyon sokat segít, hogyha az ember határozott. Meg persze a jó képeket készít, de ezt már korábban elmondtam, de most jól belém kötöttél. Ne, de... ne, hát te, 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 se jó volt, amit mondtál, nem át is jött a hallgatók számára a lényeg. Én itt arra gondoltam, hogy ha a megrendelő mondjuk a fotós életkora miatt nem szeretné tőle megrendelni az anyagot, vagy nem szeretne vele együtt dolgozni, most akár egy sportfotózás, fizetős, nem fizetős, teljesen mindegy, akkor azért fel kell tenni a fotósnak magának azt a kérdést, hogy biztos azzal az emberrel szeretne bármilyen szinten is együttműködni, aki a referenciákat félretéve csak az életkora miatt nem akar vele dolgozni biztos, hogy az a személy, akivel a fotósnak együtt kell működnie? Mert az előbb szerintem elég jól megindokoltam, hogy szerintem az életkor nem játszik itt akkor a szerepet, hanem mégis a referenciák, a kiállás, a személy és a határozottsága. És a 18 éves is fotózhat nagyon ügyesen, lehet jó, határoz, lehet jó kiállás, a határozott, és nagyon jól meg tudja csinálni akar ezt a munkát. Ha csak ami a a másik fel elállni a fotózástól, mert csak 18 vagy 20 éves vagy, akkor nem vagyok benne biztos, hogy azzal a, a másik félre biztos együtt kell -e működni. Most akár mondjuk egy ingyenes TFC egy fotózásról beszélünk, és amikor a modell azt mondja, hogy ja, hát ez a, ez a, fotós még nagyon fiatal, és hogy én ezzel nem akarok együtt dolgozni, akkor szerintem, ha ebbe a fotózásba bele is megy a fotós, később feljetne még olyan problémák a modellnek a gondolkodás mód, módjából adódóan, amik később még problémákat szülhetnek. Úgyhogy szerintem ezekből a kis visszajelzésekből sok mindent le, le, lehet szűrni a másik félről is, hogy ő hogyan gondolkodik. Mint amikor amikor az eskökéletes, amikor kim voltam, még fotósként, akkor ez is volt jó, hogy személyes ott lenni, mert láttuk egymást a párral. Hogy te milyen vagy, én milyen vagyok ez passzol, vagy nem passzol. Megvan a vibe, vagy nincs meg a vibe. Ha nem volt meg, azt mind a ketten éreztük, és ők inkább elmentek más fotóshoz. Ha megvolt, akkor ezt mind a ketten éreztük, és arra játszottunk, hogy hát én hagy fotózzam, vagy ő is azt szerette volna, bárhogy hogy én fotózom az esküvőjét, ők, én, is azt szeret, én is szerettem volna fotózni, hogy nyilván azért voltam itt az de hogy azt mind a ketten éreztük. Egy ilyen szituációban is, ha valamilyen negatív tapasztalata van, negatív megérzése van a fotósnak, a másik fél akkor szerintem arra érdemes hallgatni ha, Nekem életem során, ha bármikor volt egy kis negatív megérzésem, Peti, teljesen mindenmiről van szó az üzleti életben, vállalkozással, fotózással kapcsolatban, ha éreztem, hogy hát ez nem biztos, hogy jó, nem volt ilyen ez, hogy na igen, hanem kicsit így, lehet, igen, lehet nem, de inkább nem, de elvállalom, mert miért ne, abból mindig csak baj lett. Az a baj, hogy fiatalként, hogyha az ember még nem futott be, úgymond, nincsen annyi munkája, akkor inkább elvállalja azokat a munkákat is, ahol van egy kis negatív érzése, csak azért, hogy legyen belőle pénze. Mert igazából pozitív kimenetele is lehet a dolognak, mert nem minden esetben igaz az, hogy, hogyha valami probléma volt, akkor, akkor tényleg a végén is probléma lesz az esetek döntő többségében de ha a probléma, akkor is legalább x tízerni pénzzel előrébb lesz. Vagy, hát meg tapasztalattal, mennyire... tehát ezeket, ezeket a hibákat el kell követni. Tehát együtt kell működni egy olyan esküvői párossal, akivel nincs meg a vibe. Tapasztalja meg a fotós, hogy ez most egy rossz döntés volt, és hogy hogyan tudta volna ezt kiszűrni előre. Vagy egy, egy, egy modellt, vagy egy, egy portréfotózás, vagy, vagy egy olyan munkát elvállalni, ami annyira bonyolult, annyira összetett, és annyira nem tudja megrendelni, hogy mit akar. És elvállalja a fotós, és később óriási szívás van belőle, akkor ebből nyilván tanult. Tehát ezt. ezt... Persze bele kell menni. Egyedül az a probléma, hogyha az életkora miatt meg sem engedik, hogy belemenjen az ember. De ez meg szerintem nincsen olyan, nem fordul elő olyan sokszor, és akkor lesz másik megrendelés meg szerintem az ebben még a, a, nagyon jó, hogyha valaki fiatalon kezd bele, hogy mondjuk nekem például a YouTube karrierem, hogy 2016-ban ott van az első videóm. Ha megnézed a 2016-os első videóm, amikor fiatal voltam, 5 évvel voltam, ugye fiatalabb a mai én, 25 voltam, hogy látsz azért egy személyiségfejlődést, látsz egy vizuális fejlődést. És ha valaki belemegy 22 évesen, 20 évesen egy ilyenbe, 30 évesen, hogyha valaki megtalálja azt, hogy ez a csávó, egy srác már 20 évesen is tolta a fotózást, és vannak videói, posztjai vagy munkái 10 évvel ezelőttről, akkor szerintem ez egy akkora annyira pozitív megerősítés, hogy, hogy szerintem ennek nagyon nagy ereje van. Én ők, és azért nem töröm akár régebbi gázabb videó miatt is, mert azt mondom, hogy nézd meg, mert ma, ma mennyivel jobb vagyok, és remélem öt év múlva is így fogok visszagondolni erre a podcastra, amikor csinek majd a öt év múlva podcastet, hogy úgy de gázak voltunk, és hogy nézd meg, ma már mennyivel jobbak vagyunk. És akkor látszik a, a fotósom, a fejlődés, mint szakmailag, képileg, referenciailag és emberileg is. És akkor ezt így visszanézed, hogy honnan indult, és hova jutott el, akkor szerintem az egy nagyon-nagyon az jó, re jobb referencia, mint egy pillanatnyi ö, betekintés a fotósnak a jelenlegi munkájában. Mert látod, hogy Instán posztolt 8 évvel ezelőtt az első fotóját, és most nézd meg, hogy hogyan fotózik. Nézd csak, milyen utat járt be. Számomra ez legalábbis é én ezt nagyon nagyra becsülöm mondjuk egy fotósban is. És magamban is nagyon örülök annak, hogy a referenciák, a, ezek a referenciák visszakereshetőek az én munkámban is. Nekem régebben volt egy másik brandem, még mielőtt elkezdtem volna a Pure Photo-t, Pure Fotot elkezdtem, vagy elkezdtük, de Instán nem nagyon szoktam meghagyni a régebbi képeimet. Általában azt szoktam csinálni, hogy így kb. 100 és 150 kép között van fent az Instán, és régebbieket törlöm. Mindig, mindig újra szelektálom őket és és uh, újra nézem azt, hogy mi az, ami maradhat, mi az, ami nem. De nem fogják visszapörgetni a párok annyira, és szerintem nem gáz az, hogy amikor visszapörgetik négy, négy évre a timeline-odat, és ott vannak gázképek. Hát látszik, hogy honnan jött a fotós. Szerintem ez, ez, ez pont, hogy szerintem ez egy pozitív megerősítés. Hogy nézd meg, hogy már öt éve tolja, és nézd meg, hogy milyen képe volt öt évvel ezelőtt, és nézd meg, milyen szépet fejlődött. Az én perspektívámból ez ez pont hogy egy, egy pozitív megerősítés. Persze, aztán lehet éveg. De ha de meg azt mondod, hogy nem pörgetik vissza, akkor azt se fogják megnézni. Jó, oké, okay, igazad van, tehát aki, aki viszont nem pö, aki visszapörgeti. Most nyilván nem kell kitenni a weboldalra régi hat éves szarképet a referenciák közé. Tessék, itt nézd meg, milyen szarú fotóztam hat évezet, nyilván nem erre gondolok, de hogy mégis az ilyen, ilyen platformokon, mondjuk mint egy Instagram vagy egy, egy, egy Facebook, hogy talán érdemes ezeket fenntartni. Szerintem nekem is fenn vannak amúgy ezek. És jó ezeket kicsit visszapörgetni. Jó, wow, mi, hogy fotóztam? <laughs> 7-8 évvel ezelőtt, hogy miket töltöttem fel. Én ezektől pont egy picit félek, de mások vagyunk. De miért, tehát hogy miért gondolod azt, hogy melyik egy pár nem fog tőled megrendelni egy, egy fotózást, mert 6 évvel ezelőtt van egy gázképen? Nem azt gondolom, hogy ők nem rendelik, meg nekem nem tetszik. Ok. Akkor é, magad é, miatt törlöd, bár é, ak, ez más? Lehet, hogy valószínűleg inkább Maga magam miatt törlöm Igen. Nem szeretem. Látni azt hogy régebben, hogy volt. Mert csak zavar, hogy miért nem úgy csináltam, ahogy, ahogy kellene. Aztán lehet, hogy ha öt év eltelik, és visszanézek a mostani képeimre, akkor is ez az érzés lesz. Ha nem ez az érzés lesz, akkor nem csáltam valamit jól. Ó, uh, akkor most izgulok is. De ezt a kifejezést használtam rád még tavaly, hogy a legdinamikusabban fejlődő fotós ismerősöm, barátom, kollégám, vagy akármilyen jelző, hogy ez a legdinamikusabban fejlődő fotós, hogy ez, ez rád a legjobban illik, amikor bárhol be kéne téged mutatni, vagy valami tavalyi videóban volt, azt hiszem ez. Úgyhogy én ettől amúgy nem féltelek. Szerintem öt év múlva a mostani képlédet és kifogott kukáz, és azt mondod, én ezt töröm is, nem érdekel, hogy Gergő mit pofázott nekem a podcastbe, én ezeket törölni fogom magam miatt, mert ezek nem jók. És szerintem a fotós ilyenkor halad egy jó úton, amikor azt mondja a régi fotói, azok igen, ma már mennyivel másképp és mennyivel jobban, jobban csinálná meg. De az a baj, hogy én már a tavalyi képeimet sem nagyon szeretem. Ez még jobb, akkor még exponenciálisabb a fejlődés. <há> hát, hát most ezt nem ezt dicsérni akartam magam, de... de... Hát ez exponenciális fejlődés jelent, tehát ez, ez teljesen oké. Okay. Úgyhogy köszönjük szépen a hallgatóknak, hogy meghallgatták ezt a podcast részt is. Petivel lesz még rész. Fogjátok még hallani a hangját. Ó, nagyon várom már én is. Köszönjük, hogy itt voltatok, lehettek jó. sziasztok! Köszi. sziasztok! Ez volt a Jancsó Fotósuli podcastje. Keres bennünket a Spotify-on, az Apple podcastokban és a további podcast platformokon. Hamarosan újabb epizóddal jelentkezünk, ahol napra kész információkat hallhatsz a fényképezés világáról, illetve további beszélgetéseket hozunk olyan fotósokkal, akiknek szenvedélye a képalkotás. Tudástár és inspiráció a fotózás szerelmeseinek. Ez a Jancsó Fotosuli Podcast.